Jablonkai Judit az oszmán kor egyik legkedveltebb hangszerén, a fuvolán, vagy ahogy a törökök hívták, neyen játszotta a kiállítás megnyitón a hódoltság török zenéjét. 2007 óta, azaz a vár felújítása óta ez a második állandó kiállítás, mely most a Magyar világ, török világ, azaz a hódoltság kora Dunaföldváron és környékén címet kapta. A város első számú turisztikai célpontja a vár patinás épülete. Ennek a tornyában kapott helyet a kiállítás. Tehát egy olyan helyen áll, amely őrzi az Eszéket Budával összekötő hadiutat, illetve az Alföldet a Dunántúllal összekötő víziutat is, és egy olyan épületnek a helyén, amely a középkorban ugye bencés apátságként funkcionált, és amelyet úgy, mint sok-sok épületet, középkori épületet a törökkorban átalakítottak. Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás nagyon jó helyen. Én így fogalmaztam a megnyitó beszédben, hogy egy autentikus helyen kapott helyet, hiszen egy olyan pontján vagyunk a megyének, ahol nagyon fontos vízi és szárazföldi utak találkoztak, hiszen itt a Dunának egy átkelő helye volt. Itt a Várhegy alatt haladt el a Budát Eszékkel összekötő hadiút, és az oszmán hadak is ezen mozogtak. Nyilván ez is adja ennek a helynek a fontosságát, és magyarázza meg, hogy miért is voltak olyan jelentősek azok a palánkvárak, amelyeket a török, akár mint itt helyben egy bencés monostorból alakított ki, vagy újonnan épített, azért, hogy védje a saját felvonulási útvonalát. Az előző kiállításunk Vakbottyán emlékezete címet viselte, 2009-ben indult útjára, és 2019-ben bontottuk le. A Kuruckort, a Rákóczi szabadságharc történetét dolgozta föl, és úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal egy másik nagy történelmi korszakhoz nyúlnánk, és a történelmi előzményekből adódott, hogy ez a török kor legyen, a hódoltság kora, és így esett erre a választás. Nem föltétlen volt jó ötlet, hiszen elég lelet szegény időszakról beszélünk, és bizony nagy feladat volt megtölteni a tereket tartalommal, de úgy gondoljuk, hogy sikerrel lekadályt. A legtöbb lelet a szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumból került Dunaföldvárra, de fegyvereket kaptak a budapesti hadtörténeti múzeumból, a debreceni déri múzeumból, illetve Miskolcról is kerültek ide kiállított anyagok. Dr. Vizi Márta vezetésével tekintették meg a résztvevők a kiállítást, aki elmondta, a tárlat egy időszalagra felfűzve mutatja be a másfél évszázados török hódoltságot, elnyomást. Török világ, magyar világ kiállítás tulajdonképpen annak a két évszázadnak a történetét mutatja be Dunaföldvárra koncentrálva, illetve Dunaföldvárt a középpontba helyezve, hogy hogyan kerül török uralom alá ez a terület, majd ugye másfél-két évszázad múlva hogyan szabadulunk föl a török uralom alól, és mi minden van ebben az időszakban. Beleértve azt, hogy Dunaföldváron átalakul a bencés apátság egy török palánkvárra, hogy speciális török építmények jönnek létre itt is és a Dél-Dunántúlon, vagy akár a török hódoltsági területen mindenütt, illetve emellett párhuzamba állítjuk azt, hogy a magyar lakosság hogyan élt ebben az időszakban. Kitérünk a harcaikra, a mindennapjaikra, különbözőségeikre és hasonlóságaikra. Tulajdonképpen ketté választhatjuk a kiállításunkat olyan szempontból, hogy az idővonallal a hunyadiaktól a török aluli felszabadulásig végigkövetjük a legfontosabb eseményeket, illetve a legfontosabb személyeket a magyar történelemben. Ezen ábrázoljuk az emblematikus eseményeket, így a Mohácsi csatától elkezdve mondjuk a Szigetvár ostromán keresztül, attól, hogy a másik két teremben a hadászattal foglalkozunk, hogy milyen volt egy magyar huszár, milyen egy török janicsár, milyen fegyverekkel küszködtek egymással, bemutatjuk a korszak jelentős építményét, a jellemző építményét, a palánkvárat. A második emeleti teremben pedig a mindennapi létre térünk ki a két
népesség a török és a magyar vonatkozásában. Végnézzük azt, hogy hogyan alakulnak át a magyar települések a hódoltság alatt, milyen speciális építmények, gondolok itt a dzsámi, fürdő, a temetők speciális képére, amellett, hogy különleges számunkra, magyarokra különleges tárgyakat is hoznak magunkkal a törökök, mint talpastálat, porcelánycsészét, és mellette pedig a hódoltságban ugyan elpusztult, de magyar település történetén keresztül mutatjuk be, hogy milyen egy keresztény templom, milyen egy magyar ház ebben az időszakban, illetve, hogy milyen használati tárgyaik, használati eszközeik voltak a korszakban.